A kanadai brécelő zenélhet ma itt az A38-on a Beleu, erről is, és a nemrégiben történt amerikai fellépésről is kérdezzük majd őket, és itt is állnak mellettünk. Sziasztok, kedves Péter, illetve Szécsi Bövesz, sziasztok. Na, hát hogy jött ez a lehetőség, hogy ma este a Bréc előtt játszhatok itt az A38 hajón? Az A38 kért fel minket erre a megtisztelő dologra, hogy mi játszhatunk a Bréc előtt. Mi is ismerjük egyébként a zenekart, meg szeretjük is természetesen. Legalábbis a kanadai viszonyban mindenképp az egyik favoritunk. És tökre örülünk, mert a hajón játszani mindig nagy élmény. Ez az egyik, sőt nem az egyik, hanem a kedvenc koncert helyszínünk, úgyhogy várjuk, meg örülünk. De egyébként is most elég nagy koncerteket adtok, ugyanis a Halott Pénzéknek vagytok most itt a stadion turnén az előzenekara. Milyen érzés ekkora tömeg előtt fellépni? Hát mindenképp baromi izgalmas, meg azért az egy kihívás nekünk, hogy alapvetően mi ugye elég egy chillelős zenét játszunk, a Halott pénz pedig egy kicsit pörgősebb, és azért így megmozgatni a közönséget, de hál' Istennek a debreceni koncerten abszolút az volt a tapasztalat, hogy tetszett nekik, amit hallottak, úgyhogy igen. Nagyon. Máshogy készültök ilyenkor a koncertjeitekre? Tehát kicsit így próbáltok hozzájuk alkalmazkodni, vagy azonosulni? Tesztek bele, nem azt gondolom, hogy vörös parókával léptek fel, de hogy mondjuk de tesztek bele egy olyan elemet, amitől kicsit olyan. Hát folyamatosan fejlesztjük a műsorunkat, mindig vannak egy-egy kiemelt koncertünk, vagy amikor több is egymás után, amikor úgy érezzük, hogy szintet kell lépni. Most az amerikai koncertsorozat is ilyen volt, meg a Halott Pénzes... És aztán meg a nagy színpad, azt mondtad, hogy Amerika, mert hogy voltatok most Amerikában, és felléphetetek ott is egy igen neves fesztiválon. Így van, a SXSW, vagy South by Southwest fesztiválon játszottunk, 2010-ben is, meg egyébként adtam egy koncertet New Yorkba. Remek érzés volt kint játszani is, meg szerintem jól is sikerült, meg óriási élmény volt maga. Ilyenkor azt gondolom, hogy rengeteg emberrel találkoztok, kollégákkal, nem kollégákkal, tehát nem a zenei életből, barátokkal, milyen tapasztalatokkal, illetve milyen kapcsolatokkal lettetek gazdagabbak? Hát természetesen kinti emberekkel is próbálkoztunk ismerkedni, de például tök jó érzés volt nekem személy szerint, hogy olyan zenekarokat megismerettem személyes, amit például a Bohemian Betyáz, akik tök jó fejek, meg tényleg így. Jó, tegnap például bejelentették április 1-i poén, hogy felbomlanak, nagyon vicces volt, nem bomlattak. Szokogtam. Bocsánat, igen, ja, tehát szóval, ők jó fejek. Igen, meg tényleg jó volt ott azért így. Olyan... Tök sok olyan koncerten voltunk, amit nagyon szeretünk zenekart, és hát valószínűleg Európába vagy nem, vagy mondjuk 5 év múlva jönnek el azok a zenekarok. Szakmai oldalról meg egyébként sok. Ez most lehet, hogy nagyon szemtelen kérdés lesz, de ti hogy kerültetek oda? Tehát, hogy... A válasz elég más. Messze van. Igen, mi úgy kerültünk oda, hogy a fesztiválra lehet jelentkezni, elég sok, tehát több ezer zenekar jelentkezik, és akkor szervező bizottság kiválasztja, és minket látott korábban a főszervező egy másik fesztiválon játszani, azt hiszem talán Oroszországban, és akkor mondta, hogy tök jó ez a zene, és hogy mindenképp jelentkezzünk, és hogy szerinte simán bekerülünk, és akkor emiatt jelentkeztünk igazából. De ez tulajdonképpen akkor a fesztivált behelyettesíthetjük egy zenei ilyen piaccal? Tehát lehet, hogy... Hát tulajdonképpen az egész zeneipar ott van egy ilyen showcase fesztiválon, úgyhogy végül is igen. Hát ugyebár napközben konferenciák vannak különböző, meg akkor lehet így meetingelgetni, meg vegyülgetni, és este pedig koncerteket néznek meg az emberek, de nem csak szakmai arcok vannak, hanem tényleg úgymond mezei. És akkor ők szervezték a programot, hogy maradjunk a rövidítéseknél, hogy a NASA-hoz is eljussatok, és az NBA meccset is megnézzétek, vagy az már úgy mondtatok már, akkor az ti. Szép. Nem. Hát a NASA-ba úgy jutottunk, hogy Houstonból ment a visszagépünk, és gondoltuk, akkor már hát miért ne ugranánk be. Persze. Az NBA meccs az meg ugye, amikor New Yorkba játszottunk, akkor én... Épp ők is játszottak. Akkor épp ők is játszottak, és nagyon örültünk, hogy ez gyakorlatilag másnap megvolt, és mind a négyen ugyanattuk, ezt érdemes lenne megnézni, mert ez egy kihagyhatatlan ajánlat. Akkor most gyorsan a nagy színpados labdát is így még a végén pattogtassuk meg egy picit, mennyire vagytok izgatottak, készültök, hogy álltok a nagy színpados jelölésetekhez? Készülünk, izgatottak, mert folyamatosan fejlesztjük a szettet, meg egy-két
extra dolgot is nyilván be fogunk vetni, amit csak ott láthatok tőlünk a nagy érdemű, és de ezt nyilván nem fog most el. Nem is kell, csak akkor. Így van, úgyhogy abszolút készülünk rá, meg nagyon várjuk már, mert biztos tök jó lesz. Így van. Mi is nagyon várjuk. Köszi, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Most pedig nézzünk is bele akkor a koncertbe.